Sziasztok, én Lucky vagyok, és üdvözlök mindenkit a következő Bösi a Menedzser karriermód videónkban, és jelenleg a Watforddal a Leicester City otthonába látogatunk, a King Power stadionba, és az az egy probléma van ezzel a dologgal, hogy ők nem egy gyenge csapat, és nem igazán van szerencsénk a sorsolással itt a Premier League-es éránk elején, hiszen első fordulóban játszottunk a Manchester United ellen, majd a Wolves ellen, akiket azért sikerült kinkeservesen megverni, de a United-tól kikaptunk, így kettő forduló után a 11. helyet foglaljuk el a tabellán, bár ez sok mindent még nem von le maga után, főleg, hogy a West Brom vezeti a tabellát. Kétlem, hogy ők fogják megnyerni a Premier League-et, szóval nagy következtetéseket még nem érdemes levonni. Minden esetre így néz ki jelenleg a keretünk. Az élő adásban igazoltunk új játékosokat az első csapatba is, például Izsákot, szeretem így kimondani a nevét, és valamint ide a védelembe Garciát, és a kapuba pedig Pópot, és Tóth Viktort pedig szépen megtartottuk ide másodszámú kapusnak. Valamint Tonalit is leigazoltuk, még középpályára, és így az a nagy harci helyzet, hogy Goslingot lehet, hogy el lehetne adni, és talán tudnánk érte 1-2 millió eurót kapni, és hogyha így lenne, az nekünk azért lenne jó, mert akkor még talán tudnánk igazolni még egy játékos, hiszen jelenleg van 13,75 millió eurónk, ami nem olyan sok, szóval olyan nagy sztárokat azért nem fogunk leigazolni, ebből nem jön ki egy Mbappé, de ettől függetlenül azért még egy értelmes fiatal tehetséget akár még le is tudunk majd igazolni, de ne szaladjunk ennyire előre, mindenképpen jó lenne eladni Goslingot. Viszont nincs más hátra, mint előre, és a Leicester Cityhez fogunk látogatni, mint mondottam vala a videó elején, és nem tudom, hogy változtassak-e az alapfelállásunkon, az alapkezdőn. Talán Izsákot most egy picit pihentetem, és Hernández picivel fittebb, tehát kezdjen ő, de szerintem ezen kívül nem lesz változtatás a kezdőben, a legerősebb, egyik legerősebb kezdőnkkel lépünk pályára. Kéne ez a három pont, de nagyon nehéz lesz. Hajrá, Böskös! Hajrá, Lódorzsok! Na nézzük, kérem szépen, hogy a rókák ellen mire fogunk itt menni. Hát amint látom, van egy Dele Alliuk, illetve ott elől azt hiszem az a Rafael Leao, és egy ünderük is van itt jobb szélen. Azért nem egy rossz kis csapat ez a Leicester City semmiképpen, és nem lesz egyszerű őket megverni. Továbbra is legendary, azaz legendás nehézségi szinten játszunk, ugye ez a World Class fölött van egyel, és ami eddig feltűnt, hogy itt a Premier League-ben azért ez a nehézségi szint, ez nagyon kemény, ez bizonyám nagyon kemény, és nem lesz egyszerű itt jól teljesítenünk, viszont Ansu Fati itt megindul a bal szélen, és eddig ez így nagyon jó. Ansu Fati, most vissza Dominik lő, és ott is van a vezető gól! Szoboszlai Dominik, ki más, kérem szépen! Ansu Fati hatalmas sprintje, majd bevágja jobbal Dominik gyönyörűen. Oké, 1-0 ide. Azaz megvan White-nak, nagyon szép, és akkor ebből jöhetünk megint mi, hát nem lesz egyszerű ott átjátszani a labdát, de megvan, és Hernández Fati elé, aha, kicsit lelassulunk, de még mindig támadásban voltunk. Az gond, 1-1 az állás. Szép, oké, Sar, gyerünk! Talán Sár sebességére lehetett volna. Hopp! Egy hiba! És nem tudjuk kihasználni. Ezt nem hiszem el! Szép, lassan pereg az idő, és nem igazán akar dűlőre jutni itt ez a dolog. Hernández, túl sokat vittem, viszont Dominik elé pattan a labda! És végre van egy kis szerencsénk, végre! Oké, újra megszerezzük a vezetést, Szoboszlai Dominik újabb góljával. Jól van, cserélünk, feljön Sár helyére Cserki, valamint Tonali Jude Bellingham helyére, és lehet, hogy Izsákot is behozom itt a végére. Oké, már a ráadásban vagyunk, és mi vagyunk támadásban, ez nagyon szuper, Izsák felé próbáltam oda ívelni a labdát, de nem igazán jutott el, egy blokkoló láb közbe lépett, és itt van, kérem szépen, a második Premier League-es győzelmünk. Atya úristen, milyen kinkes ervesen és vért izzadva gyakorlatilag a Leicester City ellen idegenben megnyertük, és megvan a három pont. Let's go!
És mégis kimásnak a főszereplésével, mint Szoboszlai Dominikéval, és hát a Napoli 55 millió eurót készített Szárnak, és a játék szerint akár 95 milliót is kérhetünk érte. Na várjál csak, az 55 milliót van egy olyan érzésem, nem fogjuk felalkulni 95 millióra, de azért figyelj, bátrak ilyen szerencse. 90 millióért elmehet. Nézzük meg, hogy erre mit mondom. Kiakadt a pali egy kicsit, jó van. Na és a Hull City ellen fogunk játszani kérem szépen idegenben, a Carabao kupában, az EFL kupában. Mindenképpen jó lenne most akkor megcsinálnunk a B keretünket, hiszen ez még a tavalyi kerethez van igazítva, hogyha minden igaz. Na és igazából Ben White-on kívül mindenkinek van helyettese, ami tök jó. Hát Gosling meg Feminia nem olyan jók, mert ugye ők nem túl élesek, de hát hogyha minél több B-keretes meccset fogunk játszani majd a jövőben, akkor minden bizonnyal majd egy picit élesebbek lesznek. Na nézzük, hogy a B-keretünk mit fog kezdeni az EFL kupában, Quicksilverben, a Hull City ellen. Szerintem ezt le kell hozni. És bizonyám, nagyon simán így kell ezt. Na és végre következik egy olyan összecsapás, ahol mi vagyunk az esélyesek. A Burnley fog látogatni a darásfészekbe. Nézzük meg, hogy mit fogunk velük kezdeni. Szerintem lejátszom a meccset. Na nézzük meg, hogy a kis Burnley ellen mire fogunk menni. Egy Wolves, valamint egy Leicester City győzelem után jó lenne a harmadik három pontunkat is behúzni. Ahhoz egy kicsit jobban kéne koncentrálni. Let's go! Ez az, gyerünk, Fati, nem vagy te lassú, fel kell gyorsulni, így van. Hát nem tudom, mit csináljak, eljut végül oda, Dominik előtt a labda, és belerúgja a blokkba. És most Szár előtt a terület, Dominik, 15, majd a következőt berúgja a fiú, figyeld, most kapja, és az behúzza. Mondtam én, ott is van Szoboszlai Dominik góljával, vezetünk a 14. percben. És most hátul kéne figyelnünk. Gondban lehetünk, de egy jó védekezésnek köszönhetően lesre lett állítva a támadó. Szép szerelés Garciától, az újoncunk. Nagyon jól játszik eddig ezen a mérkőzés. Jó, időben még ki tudtuk tenni Ansu Fatinak, ki robog. Itt második hullámban, igen, Gravenberg rárúgja blokk. Eljut hozzá a labda megint. Oké, kicsit körbejáratjuk. Most Fati egyből! Felső léc. Na. Egy-egy. Ez az, jön Dest. És a bepassz is jó. Hát rá tudunk fordulni! Hát fél időben egy-egy az állást nem igazán sikerült eldönteni az a helyzet. Pedig nekem az volt a tervem, hogyha esetleg véletlenül, ne adj Isten, egy eléggé jó kis előnyre tettük volna, szerintem mondjuk egy 3-0-ra, azt mondtam volna, akkor a második fél időt le tudom szimulálni, de hát így nem merem. Mert így hát itt bármi megtörténhet, és amúgy hát úgy játszik a Burnley, mint hogyha ő lenne a Liverpool vagy a Manchester City. Jézusom! Az mekkora labda? Ájzsák kivárt, és Ansu Fati pedig befutotta. Gyönyörű. 2-1 ide. Szár kapja a labdát, nagyon szép, és ugye gyors fickó, és itt érkezik Izsák, és ott is van a 3-1. Ez az Mooney. Come on, Mooney. De ezt a labdával, második hullámban Gravenberg, elcsavarjuk, jó van, mindegy, figyelj, szerintem innentől kezdve nyugodtan ugorjunk a végeredményhez, így is van, 3-1 lett a vége, behúztuk az újabb 3 pontot. És hát srácok, lányok, közeledünk nagyon vészesen az átigazolási időszak végéhez, sajnos nem jött ajánlat még mindig Goslingért, Fatit vinnék 44 millióért, de köszönöm szépen, nine. Valamint Trostekongért is bejelentkeztek 8 millióval, köszönöm, de nem. Oké, Goslingért jött egy ajánlat 2,2 millió euró értékben. Hát azt hittem, mondjuk ennél kicsit többet kapunk érte. Mindegy, már 31 éves, én amondom vagyok, hogy elfogadom ezt az ajánlatot. És Goslingot sikerült eladnunk, és Hernándezért jött egy ajánlat, hát...
Azt mondja, hogy Justin plusz 30, Visi, nem. Jól van, hát igazából akkor egy elég jócsó játékos tudunk csak leigazolni, 17 millió eurónk maradt összesen, hát a transfer hubunkba beválogatott játékosok közül szerintem senkit, és azért akarok amúgy egy középpályást itt a végén leigazolni, mert van egy ilyen elvárásunk, ráadásul médium, és szerintem amiatt megy lejjebb folyamatosan az értékelésem is Böskösnek, hogy ezt nem igazán teljesítettük. Szóval most megint kinéztem egy ilyen fiatal fickót, Gustavo Assuncao, őt írtátok nekem még páran, hogy ő érdemes lehet megnézni. Hát figyelj, teszek rá egy 16 millió eurót, tényleg ötletem sincs, hogy most mennyiért lehet elhozni, most csak így a sötétben tapogatózunk Böskössel. Nézzük meg, hogy ez a fiatal 21 éves CDM mire fog nálunk menni, belemennek, akkor valószínűleg egy picit túllicitáltam, bár ki tudja. És hát akkor ebben kéne megegyezni, hogy ő crucial játékos legyen. Ebben nem akar belemenni. Akkor viszont end negotiations, mert nekem crucial játékos kell. Hát Tyler Adams-ről az egy probléma van, hogy van egy 30 millió eurós kivásárlási záradék a szerződésében, és 17 millióért meglepődnék, hogyha elengednék. 20 milliót kér és 10%-ot, hát ennyit én nem tudok megfizetni. 18,1. Na. Egyszerűen ez egy köcsög. Jó, hát nem tudok mit csinálni, nem tudom kifizetni, akkor próbálkozzunk még. Na nézzünk meg, hogy 17-ért ezt a Florentinót el tudjuk-e hozni. Meglepődnék, hogyha igen. Igen, pedig őt azt mondtátok, hogy ilyen picit többért lehet csak elhozni, de úgy néz ki, hogy így egyelőre megegyeztünk, akkor már csak abban kéne megegyeznünk, hogy crucial legyen a squadrólja, különben nem igazolom le. Elfogadták! Ez az! Nagyon jó! Oké, gyere papi! Hopp, egyből fel is ugrottunk 89-esre. Mondtam én nektek, srácok, mondtam én nektek, hogy ez a problémája a vezetőségnek. Minden esetre, hát most már csak az lesz egy picit problémás, hogy leigazoltuk őt crucial pozícióba, és nem biztos, hogy mondjuk olyan nagyon-nagyon sokat játszani fog, bár lehet, hogy simán beférne a kezdőbe, hát nem tudom. A B-keretben így mindenképpen kezdő lesz, és annyit beszeretnék rajta állítani, hogy CDM helyett CM legyen a pozíciója. Aha, ez egy olyan 101 hét lenne, akkor figyelj, mi lenne, hogyha a B-keretünk úgy játszana, hogy kettő CDM-mel és egy CM-mel, olyan formációban. Vagy lenne a sima holding, és így. Ja, lehet így, jó. És hát a VB kvalifikációs meccsek következnek, srácok, lányok, ami annyira nem örülök neki, hogy megmondjam nektek az őszintét, mert kijutni a VV-re sok esélyünk nem maradt. Éppen azért ezt a csodás Írország elleni összecsapást Quicksimbe gyorsan lenyomom, nyertünk, Nikolicsot kiállították, de ettől függetlenül a 3 pontot behúztuk. És nézzük, hogy Dánia ellen mire fog menni ez a keret, szerintem ez egy döntetlen. Na, nem is olyan rossz, kérem szépen. Eriksen gólt szerzett. Nice. És már itt is vagyunk az Everton elleni összecsapásnál, ami nagyon fontos mérkőzésnek néz ki, csak azért, mert mind a ketten eddig 9 ponttal állunk itt 4 meccs után. Idegenbe megyünk, és szerintem ezzel a kezdővel indulunk neki az Evertonnak. Csapjuk oda a videónk utolsó mérkőzését. Száralabdával megindulunk, és begyújtjuk a rakétákat. Hát megpróbálkozunk egy beadással, ezer éve nem adtuk be, és majdnem jól jött be. Oké, ez szép váltás. Ott is van a vezetés! Izsák! Fú, itt egy picit megijedtem, hogy egyből elrúgtam, ezt simán át lehetett volna venni, és akkor szépen jól helyezni, jól megrúgni erővel. Így egy picit így necces volt, de Böskös végül örülhet, vezet a csapata. James Rodriguez hatalmas labdát adott. Jézusom, majdnem összebakisztunk itt egy gólt, jól van. Na nézzük, Bastos, hopp, oda csúszok, nagyon szép, és még ki sem megy a labda. Gyönyörű. Hopp, az már nem annyira. James Rodriguez-ek. Jó. Na nézzük, Izsákot meg tudjuk-e találni, hát nem, Garcia felé a labda, Izsák! Nagy szerencséje volt most itt a hazaiaknak, hogy ez nem befelé ment. Garcia, gyönyörű labdaszerzés, és Szár az bizony befutotta. És bum! Izsák! Bum! Lecsorgó!
Most megvan, 2-0. Szoboszlai Dominik adja fel Izsákosnak. Hopp, és ott a passz, bum! Szoboszlai Dominik lövését meg blokkolják, hihetetlen. Díny a labdával itt az első félidő hajrájában, James Rodriguez kifelé. Nézzük, mennyire lesz még itt idejük a hazaiaknak, az Evertonnak. Aha, itt hát húzzák itt a, az idegeinket, meg az időt is egy kicsit. Szerintem nem tudom, hogy meddig lesz türelme ezt nézni még a sportásra, viszont most Bastos beadhatja, pop, lehúzza. Jó, fél időben 2-0. Szép játék, Szoboszlai fejez be, így is van. 3 nyuszi. Bizonyám! De ezt érkezik és lopózik befelé, Dominik lövése mellé száll fölé, meg mindenhova. Az gond. Egy kicsit kiléptem, jaj, és az üres kapura természetesen Richarlison nem hibázza el, ezt nagyon ilyen elkönnyelműsködtem, jó van, ez ilyen ajándékgól volt. Na. És végül van egy debütálásunk, itt Florentino személyében, kérem szépen, nagyszerű labdaérintéseket mutat itt az úriemberünk, nagyon fontos játékosa lehet a csapatunknak, még egyszer labdába ér, oda nézve és oda fejes, azt a letyárját. Na de a lényeg, hogy megvan a 3 pont, ez az, az Everton otthonából elhoztuk Liverpoolból. Na és srácok, lányok, az Európa Ligában folytatjuk majd a szereplésünket a következő adásban, ami, hogyha minden igaz, egy élő adás lesz, és az lesz a 10. És FC Luzern ellen fogunk játszani, és amúgy a csoportunkban a Lille, a Midtjylland, illetve ők vannak még benn. Hát mondanom sem kell, hogy itt azért elvárt a csoport elsőség, és mindenképpen a továbbjutás az egyenes kieséses szakaszhoz. Srácok, innen folytatjuk legközelebb, ha tetszett, mindenképpen lájkoljátok, találkozunk legközelebb is, én Lucky voltam. Szavaztok! Volt egyszer egy spanom, akit úgy hívtak, hogy Pista. Azt mondta nekem, hogy legyek már én is lakista. Azóta is elég sokszor cserélem a liberót, mert befosok, ha meglátom, hogy felkerült új videó. Lazán elveri a népet ez a gyerek fifába. A szomorú arcot, hol ő varázsolhat vidámat. Húzzuk el az összes fekete felhőt. Ha tetszik, amit láttál, akkor nyomd be a csengőt. Yeah.